Egyre népszerűbb a fitness. Tornáznak az emberek, hogy fogyjanak, formálják a testüket, vagy csak kieresszék a gőzt. Súlyzókat emelnek, hogy izmosabbak legyenek. Labdával gyakorlatoznak, ami az agyat is edzi, és javítja a fizikai koordinációt. A futás megizzaszt, ami hasznos tud lenni, és egyeseknek kellemes érzés. A szobakerékpár pedig nem csak a derék és a has zsírpárnáit csökkenti, hanem javítja a kardiopulmonális funkciót is. Az itt edző fiatalok különféle módon próbálnak egészségesek lenni, miközben a fitnesszel enyhítik a munka miatti stresszt is. Ez a fitnessklub Kína csak nem 30 ezer hasonló helyének egyike. Az utóbbi években Kínában egyre több fitnessterem nyílt. 2019-ben hivatalosan 54.600 volt a számuk, ami 10 éves csúcs volt. De 2020-tól a Covid-járvány miatt a fitnesstermek száma felére csökkent. A fiatalok azonban továbbra is igénylik a testmozgást. A járvány hatékony megelőzésével a fitnesstermekbe a környéken élők újra járnak edzeni. Egy-egy ilyen terem 20 ezer fiatal fitness iránti szükségleteit elégíti ki. A munka után sokan sietnek haza, de egyre több fiatal a fitnesstermekbe megy, így este nekik az edzés ideje kezdődik.